Fernando Alonso ismét a figyelem középpontjába került a McLaren Honda pilótája, ugyanis nem indul a május 28-ai monakói nagydíjon, helyette inkább a híres Indy 500-as versenyen vesz részt az Egyesült Államokban, amelyet itt a Digisporton láthatnak majd. Erről és természetesen a Forma 1 aktualitásairól is beszélgetünk Godina Zsolttal, a Digisport szerkesztőjével, és Farkas Péterrel, a gphírek.hu szakújságírójával. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát mennyire volt váratlan ez a döntés Alonsónak, vagy hát ennek a hát azért kuriózumnak? Hát azt hiszem, hogy ezzel mindenkit sikerült meglepnie, a szakmát és a közvéleményt egyaránt. Hát a háttérben nyilvánvalóan az áll, hogy ami a Forma 1-ben történik vele az elmúlt években, az borzasztóan frusztrálja teljesen érthető módon. Alonso tulajdonképpen egy kannibál a pályán, és nyilvánvalóan az eredmények motiválják őt is, mint mindenki mást. Azt gondolom, hogy ez egy háttéralkú eredménye. Gyakorlatilag a McLaren így próbálja őt megtartani, magához ráncolni még pár éven át, hogy elengedi oda, ahol szeretne még versenyezni. Nem csinált titkot belőle, hogy ő szeretné megnyerni a monakói nagydíj mellett, ami már megvan neki, az Indy 500-at és a Le Mans-i 24 órást is. Ez a következő lépés. Indy 500, hát azért nem pont ugyanaz, mint a Forma 1, sőt, azért sőt. Elég, tehát ez egészen más erők, egészen más forma. Hogy vállalhatta ezt be? Hát annak idején, ugye 1992-ben Nigel Mansell volt az, aki egy hasonlóan nagy horderejű bejelentést tett, amikor a világbajnoki cím megnyerése után ő közölte, hogy akkor az IndyCar meg az Indy 500, és ő akkor elég jól szerepelt, hiszen harmadikként ért célba a legendás versenyen. Hát ahogy mondtad, itt azért teljesen másképp néz ki egy verseny, már hozban is ugye több mint 4 óra egy futam, és hát itt azért jellemző ovál versenyeken az úgynevezett pack versenyzés, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy centikkel egymás mellett mennek a versenyzők, akár 350-360 km/h sebességgel, és mindezt 4 órán keresztül, ami elképesztő monoton, tehát mentálisan és fizikailag is más felkész. Abszolút, tehát Alonsóról a mérnöke is korábban mondták, hogy nagyon jól, nagyon könnyen tud alkalmazkodni az új versenyautókhoz, az új technikához. Szerintem helyt fog állni, de fel kell készülni, az biztos. Szóval azért a Hondával a viszony az nem felhőtlen, ugye? Mert azért most is itt a legutóbbi nagy díjon, Bahreinben, hát azért voltak itt összeszólalkozások. Mi történik vele most a Forma 1-ben? Azt gondolom, hogy Alonso részéről ez egyfelől nyilvánvalóan az indulatainak a kifejezése. Ő nem nagyon csinál titkot belőle, nem tesz lakatot a szájára a verseny közben. Kimondja, amit gondol, de ez a részéről igazából egy motivációs technika is, ha úgy tetszik. Azt gondolom, hogy azok emlékszünk rá, amikor Japánban, pont Japánban, a Honda hazájában azt mondta a verseny alatt, hogy ez egy GP2-es motor, és hát most pedig kifakadt, hogy 300 méteres távolságból esnek rá és előzik meg, úgyhogy gyakorlatilag életében nem vezetett ilyen gyenge teljesítményű motorral. Ez ugye nem nagyon vannak eszközei arra, hogy megpróbálja rákényszeríteni a Hondát, hogy kapják össze magukat. Ez az de egyik. Ha most rákényszeríteni őket, akkor is össze tudnák kapni magukat? Ez gondolom azért nem feltétlenül ettől múlik. Ha az a kérdés, hogy a Hondával mi a helyzet, hát arra nagyon bonyolult válaszolni. Azt gondolom, hogy senki nem gondolta, hogy még 3 év után is ennyire szenvedni fognak. Az a helyzet, hogy alulértékelték a feladatot. Ezt egyébként el is ismerték. Ők azt gondolták, hogy ez könnyebb lesz. Megnézték a technikai specifikációját a hibrid motoroknak, és úgy gondolták, hogy jó, gyerekjáték, kirázzuk a kisujjunkból. Nem így történt. És lehet látni, hogy az idén egy teljesen új motort építettek, mivel feloldották a fejlesztéseket korlátozó zsetórendszert. Egyébként emiatt gyakorlatilag ezt kihasználva az összes gyártó lényegében igyekezett egy új platformot létrehozni, de a Honda az lemásolta a Mercedesnek egy technikai trükkjét, és hát ez problematikusabbnak bizonyult, mint ahogy várták. Rengeteg különféle problémájuk van. Ez a fő baj, hogy nem arról van szó, hogy egyetlen egy műszaki gond tér vissza, mert az viszonylag könnyű lehetne orvosolni, hanem kezdődött a tesztek elején avval, hogy kiderült, hogy egy ilyen bagatebb dolgon, az olajteknőt rosszul terveztek meg, és aztán elindult a lavina. És most például hétvégén láttuk, hogy gyakorlatilag 3-szor romlott el a hőenergiájú hibrid rendszer az autójukban, úgyhogy ők sem tudják, hogy mi van, és ez az aggasztó. És azt gondolom, hogy Alonsót ez nem fogja arra bátorítani, hogy maradjon. Szakadáshoz, vagy teljes váltáshoz vezethet ez? Egyébként már öntem volna vissza az Indihez, de azért annyira úgy érzem itt a Hondát, ezt nem hagyhatjuk szó nélkül. Hát hogy a manóban? Tehát, ez a kis kirándulás, ez nem csak ennyit fog jelenteni, ez egyértelműen jelzi, hogy el akar innen menni, nem?
ő eredményeket akar. Tehát a McLaren is azt gondolják, hogy ha sikerül győztes autót adniuk neki, akkor marad. De erről meg kell győzniük. És Alonsót, hát hogyha ígéretekből már várat tudott volna építeni. Már a Ferrari-nál is, nem csak a McLarennél. A Ferrari-nál is mindig azt ígérték neki, hogy majd a következő évben világbajnok lehet, nem lett, bár kétszer közel került hozzá. A McLarennél közel sem került hozzá. Ha kilátástalannak érzi, akkor lépni fog, és egyébként a pletykák szerint most a legutóbbi verseny hétvégén Bahrainben a menedzsmentje már el is kezdett tárgyalni a Renault-val. Úgyhogy benne van a pakliban, hogy lépni fog, de hát azt látni kell, hogy már nem mai csirke Form 1-es viszonylatban. Úgyhogy kifut az időből, és egyelőre nem tűnik úgy, hogy akár a Renault-tól VB győztes autót kaphatna jövőre, de kutyaszorítóban van, az évei meg vannak számlálva, ha tetszik, ha nem. Ez a helyzet okozhat, hogy egyáltalán hogy jött szóba, hogy ő elinduljon az Indy versenyen? Tehát érezték, hogy feszültség, és akkor ebből most lehet valamit kovácsolni a mi javunkra is. Hát Eccleston szerintem nem engedte volna, nem tudom, ez, tehát ez egészen biztos, hogy ilyen nem fordulhatott volna ott elő. Tehát hogy jutottunk el ide, hogy oda mertek menni, és megkérték, hogy akkor gyerünk. Hát ha jól tudom, akkor ez gyakorlatilag egy poénkodásnak indult, és aztán úgy vált egyre komolyabbá a történet. Ugye a McLarennél, ahogy azt a Peti is mondta, jól tudják, hogy valahogy Alonsót maradásra kell bírni. És ez most tulajdonképpen egy tökéletes adóász, hiszen a McLaren egy újra autót indít az Indy 500-on, ráadásul a Honda motorral, ami azért azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy az IndyCar-ban a Honda az egy viszonylag erős motornak számít, főleg idén. Az elmúlt években egy kicsit küszködtek a Chevrolet-val szemben, de idén a Honda nagyon jó, tavaly pedig már ovál versenyeken is nagyon jó volt. Úgyhogy ebből a szempontból Alonsónak mindenképpen egy nagyon jó lehetőség ez az Indy 500, főleg úgy, hogy azért egy nagyon komoly csapatot kap maga köré, hiszen az Andretti Autosport színeiben áll rajthoz, Michael Andretti lesz a fő stratégiája, Eric Bretzmann lesz az ő versenymérnöke, aki annak idején Scott Dixont Indy 500 győzelemhez, Indy bajnoki címekhez segítette. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly lehetőséget kap Fernando. Kérdés, hogy ezt, amiről a Petiről is beszélt, mennyire tudja ezt a felfokozott idegállapotot az Indianapolis 500-ason visszafogni. Igen, ugye most sikerélményt akarnak neki ezek szerint mesterségesen gyártani, de hát meg lesz. Nem is értem, tehát ez egy annyira más helyzet. Az, hogy az IndyCar-ban ugye mekkora népszerűséget hoz, ugye már most, ha jól hallottam, elkeltek a jegyek, tehát valami egészen elképesztő, hogy hogyan alakulott minden. Na de hát, és mondjuk a Forma 1-ben ezt hogyan fogadják? A legtöbb versenyzőtársa azt mondta, hogy ő nem tette volna meg ezt a lépést. Főleg nem úgy, hogy ki kell hagynia miatt a pont a Form 1-es szezon legnagyobb presztízsű versenyét, a monakói nagydíjat. Hát és azt még ő is mondta, hogy ha valami fontos, az pont a monakói nagydíj. Hát szerencse a szerencsétlenség, hogy pont egy időben van. Igen, azt ő már megnyerte. Most a McLarennek pont Monakóban lehetne a legtöbb esélye, mert ott kevésbé számít a motor, de Alonsónak egy monakói negyedik hely az nyilván nem jelenten annyit, mint maga az az élmény, az a flash, hogy Indyben indulhat. Azt, hogy mennyire lehet sikeres az Indy 500-on, nyilván nem tudjuk. Nem fog tudni előtte gyakorolni, tehát borzasztóan sok tanulnivalója lesz. Úgyhogy én nem vennék arra mérget, hogy jó eredménnyel fogja zárni a versenyt, de ez mellékes, mert maga az élmény azt gondolom, hogy spannolja. Úgyhogy ez fontos. Tulajdonképpen én azt sajnálom, hogy itt azért nem láthatunk egy trendet. Ugye két évvel ezelőtt Nico Hülkenberg elindult a Le Mans-i 24 óráson, és mindenki meglepetésére nyert. Na most régen, hogyha a 60-as, 70-es évekre gondolunk, akkor teljesen általános volt, hogy a Form 1-es versenyzők rendszeresen indulnak más futamokon is. Más kérdés, hogy akkor sokkal kevesebb fordulóba lát egy Form 1-es szezon, tehát erre volt idejük. De az egésznek a háttere is más volt, és azt gondolom, hogy ez egy tulajdonképpen egy nagyon jó dolog lenne, hogyha nem csak a Form 1-ben mérettetnék meg magukat. Minden szempontból egy kicsit ők is máshogy állnának a versenyzéshez, ez az elitista szemlélet, ami egyébként jellemző a Form 1-re, talán egy kicsit tompulna, de ebből nem lesz, azt gondolom, hogy ebből nem lesz trend, sajnos. Hát meglátjuk, hiszen közvetítjük, látjuk majd, és gondolom, hogy a világbajnoki pontverseny állását is majd figyelgethetjük, mert most jelenleg nincs ott a legjobbak között, tehát ugye bőven várhatunk ezekre a sikerélményekre. Ennyi időnk volt erre, pedig szerintem még bőven tudnánk beszélni róla. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hát szurkoljunk tovább, hogy akár ez is sikeres legyen, akár hogy ugye példaértékű és követendő. Meglátjuk majd. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük.